Majdnem kiugrott a szágból. Gyönyörű szép hal, és milyen súlya van. Ha úgy érzitek, hogy a Vadvízi Kalandok című sorozat eddigi epizódjai nem voltak elég vadak, nem voltak elég természetközeliek, és esetleg a meghorgászott vizeket nem találtátok kellően nagynak, nos, hát akkor, ha most szétnézünk, és kiderül, hogy hol vagyunk, úgy érzem, hogy minden fanyalgó szája ízlésének tökéletesen megfelel ez a hatalmas nagy vízterület. Hogy pontosan hol vagyunk? A Kis-Balatonon. Ha ránéztek a térképre, láthatjátok, hogy két egymástól elhatárolt vízterületből áll. A Kis-Balaton horgászati szempontból talán azért nem hallott túlságosan sokat magáról, mert az egész vízterület természetvédelmi terület. Sajnos csak nagyon kevés helyen lehet horgászni, így a horgászturizmus és maga a horgászat a Nagy-Balatonhoz képest elenyésző. Sajnos nagyon nehezen lehet találni parti helyet is, hiszen, mint említettem, az egész vízterület természetvédelmi területnek van nyilvánítva. Tulajdonképpen csak néhány kijelölt helyszínen lehet a horgászattal próbálkozni. Nagyon szigorú szabályok védik az itt élő állatfajokat és a növényzetet. Például a napi jegyen, amit megvásároltunk, egyértelműen fel van tüntetve, hogy nem lehet csónakból horgászni, nem lehet télen légről horgászni, nem lehet etetni a madarakat és nem lehet etetni a halakat. Itt jön egy nagyon fontos dolog, nem lehet etetni a halakat. Mit is jelent ez? Akkor, hogyha halat akarunk fogni, még csalit sem tehetünk föl? Jó, persze ez már sarkosított változata a szabálynak, de természetesen, hogyha halat akarunk fogni, csak egyetlen egy módon horgászhatunk, etetőkosárba nyomva lehet etetőanyagot, és természetesen horogra felfűzve, vagy hajszálőként felkínálva lehet csalit bejuttatni. Ráadásul, hogy említettem, nagyon kevés olyan horgászhely van, ahol legálisan engedélyezett a horgászat. Fontos kihangsúlyoznom a legális szót, ugyanis sajnos pont amiatt, mert hatalmas nagy csábító maga a víz terület. Rendkívül sok a rapsic, rendkívül sok az orvhorgász és az orvhalász. Ezt a halőrökkel folytatott megbeszélés alapján egyértelművé tették, hogy nagyon komoly küzdelemet jelentett számukra, hogy meg tudják védeni ezt a csodálatos vadvízi rengeteget. Ahhoz, hogy ide eljuthattunk és egyáltalán itt horgászhatunk, ez egyértelműen a helyi halőröknek a segítségének köszönhető. Hasonlóképpen, mint a Tiszatavon, ahhoz, hogy ide leülhessünk és horgászhassunk, előtte nagyon komoly információgyűjtés előzte meg, és a halőrökkel folytatott megbeszélés alapján derült ki, hogy ez az a rész, amely még meghorgászható partról könnyedén elérhető. Bár a könnyed szó enyhe túlzás, ugyanis ide is több mint 800 métert kellett gyalogolnunk a Zala hídjától, hogy egyáltalán a cuccunkat be tudjuk ide hozni, miközben a főútvonaltól, hogy be tudjunk idáig jutni, újabb másfél kilométert kellett gyalogolni. Tehát nagyon körülményes és nagyon nehézkes a hely megközelítése, illetve maguk a körülmények is rendkívül nomádak. Tehát parti helyek, kiépített parti helyek alig vannak. Ahhoz, hogyha az ember horgászni akar és a halakhoz közel akar kerülni, az egyik lehetséges módja az, hogy vízbe kell állni, és így módon kell a horgászhelyet felépíteni és a horgászatot megpróbálni. Tehát nyilván ez a kibetonozott, a kényelmes horgászhelyekhez szokott horgászok számára talán egy kicsit riasztó lehet, de bízom benne, hogy a halfogás a későbbiek folyamán mindenért kárpótolni fog. Arról beszéltem, hogy horgászni fogunk ezen a helyszínen. Nem Királyi Többest alkalmaztam, hanem Pap József horgászbarátomra utaltam, akivel együtt készítettük elő ezt az újabb horgász túrát. Együtt találtuk ki azt, hogy ezen a helyen fogunk horgászni. Józsi most ezen a helyszínen, vagy ezen a helyen nem látszódik, mert ő felettem 30 méterrel található nád nyiladékban foglal helyet. Annyira szűkek a helyek, hogy egyszerűen lehetetlen, hogy két ember elférjen egy-egy nád nyiladékban.
miközben ide tartottunk, és ugye a horgászhelyeket próbáltuk meg feltérképezni, annyira elment az idő, meg a bepakolással annyira sok időt veszítettünk, hogy most az órámra pillantva bizony 15 óra 6 percet mutat, tehát hiába voltunk itt kora reggel, szinte azt mondhatom, hogy lassan késő délután lesz, mire a horgok vízbe kerültek, és a horgászatot el tudjuk kezdeni. Hát aztán meglátjuk a sötétedésig, 8 óráig ez a viszonylag rövid időszak mit ad. Egy biztos, hogy a hely rendkívül ígéretes, a töklevél környékén, illetve a töklevélben nem egy pontyugrást lehetett látni. Tehát ezek azok a legcsábítóbb helyek, amit normál esetben csak csónakból lehetne megközelíteni, de mivel a csónakból való horgászat tilos, ezért nyilvánvaló partról fogjuk ezeket a helyeket meghorgászni. Egyik titkos vágyam, hogy bebizonyítsam azt, hogy ezen a helyszínen, ilyen természetes körülmények közepette, ilyen igazi vadvízi rengetegben is tudok a csaliaimmal, főként a peletekkel halat fogni. Érdemes néhány szót szólni a horgászfelszerelésről is, ami az átlagostól lényegesen erősebb. Egy 3,90 m és egy 4,20 m pellet heavy feeder botot hoztam magammal, és ezekre Incognito LCS 855-ös orsót raktam föl. Mind a kettő nyeletőfékes orsó. Amiért magammal hoztam ezeket az orsókat, hogy fonogynorral való horgászatra is kiválóan alkalmasak. Ugyanis az egyik orsom dobját fonogynorral töltöttem föl, ezen 15-ös Power Pro fonogynor található, míg a másikon 25-ös Spro Carp Max. Aztán, hogy ezek a viszonylag vastag zsinórok, vagy maga a fonogynor meg tud-e birkózni a töklevélben menekülő halakkal, a horgászat végén kiderül. Egy biztos, a szükség törvénybont, ide úgy érzem, hogy ilyen erősségű és keménységű horgászfelszerelésre van szükség. A csali, amivel próbálkozom, az egy nagy ponty oldódó pelet és egy nagy ponty hibrid maxi pop-up pelet. Ennek a kombinációját fogom felhelyezni. A természetes vizeken ez a csali kombináció nagyon ígéretes, már a tiszatavi túrán is bizonyított. Egy szép nagy peletet fogok feltenni, ezt fűzöm fel a hajszálelőkére. Egy igazán finom, nagy, kikönnyített csali kombináció. Remélem tetszeni fog az itteni pontyoknak is. Mivel nem lehet etetni, így rendkívül fontos, hogy az a kevés etetőanyag, vagy ez a csalogató anyag, ami bejut a vízbe, az koncentrált és nagyon tömény legyen. Ezért szerintem itt most a pellet mix is kiválóan működhet. Egy olyan a pellet csalihoz illő pellet mixet fogok a kosárba tölteni, amely ízesítése nagy ponty. Így kifejezetten töményen, koncentráltan jutottam be azt a csalogatóanyag mennyiséget, amit gondoltam. Bízom benne, hogy ezzel a keverékkel még ki tudom szűrni a tóban élő nagyszámú dévérkeszeget és kárászt is. A biztonság kedvéért bekapcsoltam mindkét orsó nyeletőfékét, hiszen hogyha a hal megugrik, nagyon rövid a távolság, nehogy az legyen, hogy esetlegesen a vehemesen kapu hal lerántja a botot a bottartól. Függetlenül, hogy itt vagyok mellette, de hát ez a biztos, az az 1-2 másodperc plusz, amíg rátekerek, bízom benne, nem jelent veszteséget. Szerelést készítek, amelyhez használom a Korumnak ezt a hajszerelőkére kötött gyors ütközős horgát, ez 6-os méretű, ezt egy fonott hajszerelőkére fogom felkötni a csomómentes kötéssel, amely már biztos mindenki számára ismert. A horog nagyon jó minőségű, és fel van szerelve rá a gyors csatlakozó, ami nagyon kényelmesé teszi a csalizást. És ezen a horog fent van a fonott hajszerelőkén, a maradékot itt levágom, és most ezt fölteszem erre a Korum kosárra, amit 30 g-os méretű kosár lehet, beépített ólommal, és ilyen vízben láthatatlan anyagból készült, és a kosár az gumizott,
be van építve egy gumi, amely még a halnak a kironásait toppintja, és hát ezt azért gondoltam, ezt a kosarat, mert ugye itt egy jó tökrevelesben horgászunk, és ugye beszalad a hal, akkor ez még tudja egy kicsit fárasztani. A gumi elég erős ahhoz, hogy a főzsinór és előke mérete szinkronban legyen, tehát amit a főzsinór, illetve az előke elbír halat, azt a gumi természetesen bőven elbírja, tehát az nem fog elszakadni. Így a guminak a végébe, hát egyrészt rögzítve van a kosárhoz, másrészt van a végébe, másrészt egy kis karika, ebben lehet az előkét belhurkolni, és akkor egy ilyen szerelést kapunk, egy ilyen megoldást kapunk, és hát ugye ezt feszegetheti itt a hal. Peti, forog! Gyere! Hatalmas pontyot akasztottam, de azonnal beleugrott a tökbe, és megpróbálom innen kihúzni. Szépen lassan talán nyílt vízre. Jaj, gyere! Úristen, milyen erőben van. Fölkevert a vizet. Ez nem hagyja magát. Egy percre sem. Talán majd most. Megvagy! Megvan az első kis balatoni pontjom. Ú, de kemény küzdelem volt. Elnézést, a kamera lencsét is összecsaptuk, de harc hevében, de ezt nézzétek el nekünk. Oké. De szép ez a hal. Vissza is engedem azonnal. A másik botomon egy másfajta felszerelést használok, egy belső vezetéses Preston feeder kosarat, ez egy 30 g-os kosár, amelyet egy úgynevezett quick change bait-del, tehát egy gyorsan szerelhető gyöngyel rögzítek a főzsinoron, azzal ütköztetek a főzsinoron. Ez ugye azért gyors cserélés, mert itt alul van egy ilyen kis fű rajta, ebbe lehet az előkét belerakni, és hát gyorsan cserélni. És ezt azzal lehet lezárni, van itt ennek a felső része, ez a gyöngy alakú kis bütyök, amelyet rá lehet tolni, és hát ezzel zárom lesz, hogy az előke ne akadjon ki belőle. Ezt lezárom, még hallatszik, hogy így kattan, és ezzel elérem azt, hogy az előke az fönt van, és hát a kosár az rugalmasan, ugye ez valami műanyagból van, puha műanyagból, a kosár az rugalmasan ütközik rajta, tehát nem veri szét a zsinort. És hát természetesen, ami fontos, hogy központos. A kis Balatonon etetni nem szabad, csak annyit szabad etetőanyagot használni, amit az etető kosárba beteszünk. Ebből kifolyólag nem is keverek be egy kilogrammi etetőanyagot, mert úgy gondolom, hogy ennek a fele az elég lesz a mai napi horgászatra. Ma ismét egy új etetőanyagot próbálok ki. Ez a Ponty Winner névre hallgató etetőanyag, nagy pontyos etetőanyag. A ponypasztánynál nagyon népszerű volt a piócás nadályos ízesítésű ponypaszta, igen. Nagyon sok pontyot fogtak fel, igaz, hogy harcsára szántam, de ez a természetes ízanyag, ez a pontyokat is meggyőzte annak a jóságáról, és hát ennek inspirálásaként készítettem ezt az új pontyos etetőanyagot. Tehát ebből egy fél zacskónyit keverek be, pakolok egy kis vizet, és ezt megkeverek. Így ez csak a kosárba lehet az etetőanyagot használni, ergo ebben semmilyen magot nem teszek, mert az a kosárba való használatát az csak akadályozná. Ezt más állagúra kell keverni, mint hogyha etetéshez használnám. Picit nedvesebbre, meg hát a későbbiek során ez úgyis felszívja még a nedvességet, tehát majd rá kell vizeznem. Tehát így néz ki. De tehát sajnos az illatát azt a filmen keresztül nem tudjuk rendelkezésre bocsátani. Csarinak itt az első bedobásoknál a teljes savas ponymixből kiválasztott 2 szem kukoricát fűzöm föl.
a gyors ütköző segítségével és egy hozzávaló tű segítségével a horogra, hajszálelőkére. És Preston gyors töltő szerszámot fogom használni. Belehelyezem a kukoricát alulra. Erre szórok etetőanyagot. Ráteszem a kosarat. Ezt jól belenyomom, majd itt az alsó gomba kipattintom belőle, és így néz ki a megtöltött etetőkosár. És ebből is látszik, hogy bedobás közben a gubanc veszi, hogy a horog csali visszatekerik a zsinóra. Nulla. Meglátjuk, mekkora szerencsém lesz a pontyom meg lesz-e. Most van benne a lábba. Eljön onnét, akkor szerencsém van. Nagy szerencsém van. Nem fér bele. Beleugrott. A kis Balaton nem az utolt, amely magát egy igazi szép nyurgát adott, de nap végére. Egy mozdulat maradt, megmérjük a halat, hogy végül is mekkora. Kilenc kiló 34 deka. És akkor útjára bocsájtom a halat, oda, ahonnét jött. Csak kicsit nehéz a part járása. Ah, és a víz ilyenkor este fel már elég kellemetlen, hűvös. Még egy utolsó mozzanat. Bye-bye, hal. Ismerkedésünk a Kis Balatonnal a vártnál is jobban sikerült, a változékony időjárás ellenére, és ugye mindösszesen csak néhány orosszát horgáztunk a mai nap folyamán, még így is sikerült egy-egy gyönyörű, igazi vadvízi pontyot horogra csábítanunk. Volt mindkettőnknek emellett még olyan akciója, amely sajnos nem lett meg, rendkívül kemény, de hát ezt gondolom nem is kell különösebben ragozni, kőkemény a terep, innen halat kifogni, igazi férfit és horgászpróbáló teljesítmény. Rendkívül boldog és elégedett vagyok, hiszen ez alatt a rövid idő alatt is teljesítettük célunkat, mindketten fogtunk új csaljainkkal és etetőanyagjainkkal gyönyörű pontyot ebben az igazi vadvízi környezetben. Azonban úgy érzem, hogy ez a víz többet ér, mint ez a néhány orosztás horgászat, ezért a holnap reggel, a holnapi nap folyamán újra itt kezdünk, és folytatjuk tovább, hát a újabb gyönyörű pontjokat tudunk majd nektek mutatni. Tartsatok át velünk!
tegnapi nap folyamán összepakolás közben óriási vihar kapott el minket, miközben kifelé tartottunk az autók felé. Ennek a nyomai láthatók még most is. Az egész éjszaka folyamán folyamatosan esett az eső. Most reggelre némiképp enyhült az eső. Bízunk benne, hogy talán lassan felszakadoznak a felhők, és legalább az eső nem zavarja majd a forgatást. Minket horgászokat ugye ez annyira nem zavar, de remélhetőleg a halakapó kedvén is javít, és tényleg, ahogy ígértem, egyre több és szebb, nagyobb testű, igazi kisbalatoni pontot tudunk majd mutatni. Az első ponty egészen kiszaladt a Hinár mezőn túlra. Megpróbálom visszafordítani. Nem lesz egyszerű mutatvány. Úristen, mekkora! Benne van a legsűrűbb tökbe, így kellene belőle vezetni, valahogy. Ennek viszont már felesen tréfa. Tudtam húzni rajta. Itt van a nyílt vizen. Oh. Yeah. Megvan a nap első pontja. Gyönyörű, hibátlan, egészséges kisbalatoni nyurgaponty. Olyan vaskos és tömör, érződik, hogy csupa izom a hal. Mindent megtett annak érdekében, hogy szabaduljon a horogtól, de sikerült átcincálni a töklevélmezőkön. Egy olyan csali kombinációt próbálok, amely illik a nagypontyos peletmixhez, csak annyi, hogy nem oldódó és hibrid maxi peletet teszek föl, hanem három szem kukoricát. Hogy ez a csali se tudjon véletlenül se belesüllyedni esetleg az iszabba, ezért a kombináció végén egy lebegőszivas található, amely kiemeli, megemeli az egész füzért, és garantáltan nem tud belesüllyedni majd a lágy iszap rétegbe se. Ezt fűzöm fel a hajszállőkére. Íme a kész csali kombináció. A kosárba pedig ugyanúgy a nagypontj peletmix kerül. Hatalmas pontyot akasztottam meg, átszaladta az egész töklevelesen, már a túloldalt van rajta.
nagyon komoly emberpróbáló feladat itt kihúzni a halat. Talán most egy kicsit tudtam zsinóat nyerni tőle, de húztam az öbölbe. Itt van már előttem, nehezén talán túl vagyunk. Csak nehogy összefagyjak a másikkal, most azt kell kivédenem. Kemény. Hát ezek a vadpontyok. Jó. Majdnem megszákoltam. Itt művel a 4m20-as heavy feeder botta hihetetlen. És megvan. Talán az eddig legnagyobb pontja, amit sikerült itt forogra kerülteni. Próbáltam a csalikat variálni, és most ennél a pontnál egy nagy ponty kukorica kombinációval, amit meglebegtettem, azért is van a végén a szivacs, ezzel sikerült forogra csábítanom. Hihetetlen milyen hosszú, igazi vad, sodrófa ponty. Gyönyörű, szép nyurga. Nézzétek, milyen hatalmas uszonyai vannak ennek a halnak. Emellett rendkívül tömör és vaskos a hal, olyan testfelépítése, mint egy amúrnak. Köszönöm, Aracska. Kellemetlen a láb miatt. Hát egy ilyen kis... ahol őre elfér. Sok uszadék megnehezíti a játékot. Megint bevágta magát a legsűrűbb töklevelek közé. Megpróbálom kivezetni belőle. Sikerült a veszélyes zónából elhúznom már ezt a halat. Itt van szinte a lábam előtt. Majdnem kiugrott a szágból. Jó.
Úgy lecsapott. Júj, de szép. Ez most még nincs kifáradva. Halak erejét jellemzi, hogy a 4-es G-carp metódhúk horgot szétnyújtotta a hal. Tehát ez is jellemző, hogy milyen kemény pályán horgászunk, és milyen erős halakra kell horgásznunk. Az eddig legnagyobb nyurgaponty pihen a ponty matracon, már is megmutatom. Hatalmas nagy szája van, és nagy bajsza van. Amikor ilyen nagy bajsza van a ponytnak, általában az azt jelzi, hogy iszapos a mederfenék. Ugyanakkor a sárga szájperem, az pedig a kagyló fogyasztására utal. Tehát nyilvánvaló kellő mennyiségű természetes táplálék a kagylója lehet a mederben, attól is ilyen szépek és erősek a pontyok. Gyönyörű szép hal, és milyen súlya van. A ponty pontos súlya 7,34 deka. Eddigi legnagyobb kisbalatoni pontyom. Amely nyurga ponty, jaj! A ponynak a hossza 66 cm. Gyere babám! Gyönyörű szép hal. Kiugrott a pontja töklevélből, ahogy húztam, feszítettem kifelé, de így rá bebírtam már csalogatni. Hát ez enyhe túlzás a csalogatni, mert húztam bózaszt erővel, hogy kibírjam a sűrű növényzetből húzni. Itt van már előttem. Ez a gyerekhal. Látszik a sok összeszedett vízi növényzeten, hogy milyen területet járt meg, amíg eljutott hozzám. Ez is egy gyönyörű, erős nyurgaponty. Ott megvagy! Nagy peretevő ponty. Kisebírom a kasztrán horgot a szájából, olyan gyönyörűen akadt. Oké. Okay. 7,22 deka. Alig maradt el az előbbi gyönyörű nyurgaponttal a súlya. Hibátlan, minden pikkely, mintha megrajzolták, megfestették volna. Gyönyörű szép jószág. Késő délután van, lassan véget ér a mai napra szánt horgászidő, ideje összegezni a mai nap tapasztalatait és eredményeit.
Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy életem egyik legnagyobb kalandján vagyok túl. Hihetetlen élménydús volt a mai nap, rengeteg gyönyörű szép igazi vadvízi pontot sikerült horogra keríteni. Szám szerint Pap Józsefnek összesen 7 akciója volt, amiből 4-et tudott megfogni. Nekem összesen 10 akcióm volt, ebből 7-et tudtam partra segíteni. Ami szinte hihetetlen, hogy ezek között a pontyok között a legkisebb súlya is meghaladta a 4 kilót, míg a legnagyobb, amelyet Józsi mindjárt a tegnapi nap folyamán az első próba során partra segített, az 9 kg felett volt. Nekem mai nap folyamán 2 darab pontyom volt, amely 7 kg-nál nagyobb volt. És ezek mindegyike igazi, harcos, vad nyurga ponty volt, amelyeknek nagyon ízlettek a csaliaink. Remélem tetszett, ha igen, tartsatok velünk legközelebb is a következő vadvízi kalandom. Sziasztok!